Tisztelt tárlatnéző, életmű kiállításhoz talán nem is illően 5 rövid feljegyzéspontban foglaltam össze a gondolataimat, melyek nem elsősorban vagy nem csak a kiállított művekkel foglalkoznak, hanem magával a mesterrel, aki ez alkalomra összerendezte az immár közel 60 évre rúgó életmű legérdekesebb, izgalmasabb darabjait. A szöveget az önök idejére gondolva, azzal takarékoskodva olvasni fogom, így lesz a legjobb valamennyünknek. A mostani kiállítás jelentős hányadát teszik ki a művész által térgrafikának nevezett munkák. A térben lévőség térkihasználását egy-egy művön belül sokféleképpen képzel el az alkotó. A folyamat feltehetőleg dobozok szét- és összehajtogatásával indult, hogy azután eljusson a hiátusos technikához, aminek az a lényege, az lehet a lényege, hogy a síkból hiányzó síkidomot térelemmé tágítja a fantáziája és alkotói lehetősége, így leszek a nézetekből a megkonstruált színes képterületen megjelenő árnyakat vetítő kockák. De ennél is tovább megy, amikor a színes síkidomokat egymással különféle relációkban találkoztatja a térben, az alkalmazott grafika határét súrolva egyúttal feszegetve. Emlékeztet ez az alkotói módszer engem a gyermekjátékára, a kockákkal és téridomokkal, amikor felnőtt igyekezettel próbálja megteremteni az egyensúlyt a dőlés határokon. Egyben emlékeztet a Homo Ludens felelősségvállalására, aki szerint a világ és annak derűje, harmóniája fel- és újraépíthető színek és formák különös együttállásából, megtalált és föltalált egyensúlyából. Barát a játékban nem komolykodik, hanem komolyan veszi a játékot magát, a játékon keresztül a művészetet, a művészeten keresztül pedig az életet. A világ értelmezhetősége csakis az irodalmon keresztül valósulhat meg, mondta egyik magánbeszélgetésénk során a Dunaparton ücsörökbe. A világ megőrzése csakis a játékon keresztül képzelhető el, azzal az emberrel, akinek a játék az emberiség szerinti legkomolyabb elfogadtsága. Miközben lélekben a festészetbe kapaszkodik bele, munkái szerkezetükben jó rész grafikai alkotások, s hogy ez mennyire így lehet, mi sem bizonyítja jobban, térbe, tehát harmadik dimenzióba emelt munkáit maga is térgrafikáknak nevezi. Honnan is eredeztethető ez az indítatás? Talán ott ragadható meg a jelenség, hogy a kassáki konstruktivista felületkezeléssel már nem elégszik meg, és kétdimenziós kompozíciókban térben kiemelkedő kiterjedés is megenged, illetve biztosít. Még pár szót a legújabban a Facebookon is közzétett sorozatáról a képrelációkról. Barát Ferenc számára pályája kezdete óta komoly hitele van a kollázs technikának, képei túlnyomó többségében alkalmazza is ezt. A kollázs lehetőséget ad a finom elmozdulásokra, elmozdításokra, többnyire síkidomok és fotókivágatok kompozíciója képezi meg a képek relációját, de mihez is? Képzelethez, valósághoz, e kettő relációjához, a relációt a relációk világához. Olykor frivol, máskor elgondolkodható, megint máskor meghökkentő képzett társításokra adnak okot és lehetőséget ezek a méretekben kicsi, de feltétlenül hangsúlyos művek. Megint egy idézet a baráti aszpoetikából. Élmény nélkül nincs művészet. Ennek a kiállításnak a megtekintése után az lett az embernek a befogadó arcpolitikája. Művészet nélkül nincs élmény. Vissza a művekhez. Barát kötődés az irodalomhoz, a versekhez, prózákhoz, drámákhoz, tágabban a színházhoz feltűnően erős. Hogy sorsa, helyzete dobta neki ezt a kártyát, hogy alkatához választott lelkirokonságot, alig a fejtető meg kívülről. De feltétlenül figyelmet érdemel az a tény, hogy Újvidékre kerülésével a Fórum könyvkiadóban nem csak a kiadói munkával ismerkedhetett meg, hanem az újvidéki színházzal is szoros kapcsolatot tarthatott fenn. Alkotói társulás volt ez. Ekkor születtek a jobbnál jobb számtalan nemzetközi fórumon is elismert színházi plakátjai. Díszplakátok voltak ezek,
az adott előadások festő-grafikai megoldásokkal való továbbgondolásai. Ezek a munkák magyarországi színház látogatóknak nyilván ismeretlenül hangzóan nem elsősorban reklám célokra készültek, hanem emléklenyomatul a nézők falára, lelkébe, akik az előadások előtt összehengerelt formában megkapták ezeket. Barát színházi, színházfesztiváli plakátjai erős beleérzést követelnek meg az alkotótól és a befogadótól egyaránt. Merész képzettársításai vagy meghökkentő megoldás válaszai a drámák színpadi megvalósulásaira ennek a műfajnak a legjelentősebb és legeredetibb alkotásait hozták létre. Nem illusztrációk a barát plakátok, mert együtt gondolkodás eredményei, nem alkalmazott grafikák, mert nem reklámcélokra készültek, hanem a színpadi jelenléthez mellé rendelt műalkotások. Alig, hanem erre érzett rá a most épp állami támogatást nem kapó teáterfesztivál stábja, amikor évről évre vele készítették el seregszemléjükre a Szabad Színházak fesztiváljaira a díszplakátjaikat. Magyarországon a színházi plakátművészet foltokban még létezik, már amennyiben reklámot céloznak meg vele a megrendelők. Az önmagában jelentős esemény, azaz ezeknek a plakátoknak egyberendezése itt és most a falakon, így mutat túl saját magán, és mutat fel egy kiveszőben lévő, ám feltétlenül érvényes művészi jelenlétet. Nagyon jó.